Ebben a videóban a koordinátarendszerben adott két pont távolságával fogunk megismerkedni, valamint feladatokat is fogunk megoldani. Nézzük meg, a két pont távolságát hogyan tudjuk kiszámolni. Adott a koordinátarendszerben két pont, az A pont koordinátáit jelölje x1, y1, és a B pont, melyek koordinátái legyenek x2 és y2. A két pont távolsága az őket összekötő szakasz hossza, amelyet én D-vel jelöltem. Ezt a D távolságot bele tudom foglalni egy olyan derékszögű háromszög részletbe, amelynek az x-tengely menti befogója x2-ből x1 abszolút értéke, és az y-tengellyel párhuzamos befogója pedig y2-ből y1 abszolút értéke. Az abszolút érték jelölésére azért van szükség, hiszen a geometriai jelentés miatt a befogók pozitivitását mindenképpen biztosítanunk kell. Pitagórasz tétele alapján az átfogó, tehát a D-nek a négyzete, az a befogók négyzetének összegét éri, tehát az x2-ből x1-nek a négyzete, meg az y2-ből y1 a négyzeten fog érni. Ebből a D, a két pont távolsága, négyzetgyök alatt x2-ből x1 a négyzeten, meg y2-ből y1 a négyzeten. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha két pont abszisszáinak és ordinátáinak különbségének négyzetösszegéből négyzetgyököt vonunk, akkor megkapjuk a két pont távolságát. Nagyon fontos, hogy abszisszából csak abszisszát lehet kivonni, az ordinátából pedig csak ordinátát lehet kivonni. Most nézzünk egy konkrét példát. Számítsuk ki a következő két pont távolságát. A szakasz egyik végpontja az A pont legyen 2,1, a B végpont pedig legyen 6,4 koordinátákkal megadva. Az A pont koordinátája az egyik végpont koordinátája, az egyik abszisza, az egyik ordináta, tehát jelöljük általában x1, y1-jel. A B pont koordinátái pedig x2, y2 szerepkörűek lesznek a helyettesítés szempontjából. Helyettesítsünk be a két pont távolságának képletébe. A behelyettesítéskor oda jutunk, hogy D egyenlő négyzetgyök alatt 6-ból 2 a négyzeten, meg 4-ből 1 a négyzeten. Elvégezve a kijelölt műveletet, 6-ból 2, 4, meg a négyzete 16, meg 4-ből 1 az 3, a négyzeten 9, 16 meg 9, 25, annak négyzetgyöke 5. Így a két pont távolsága 5 egység hosszú a koordináta rendszerbe. Most kérlek, állítsd meg a videót, és számolt ki a megadott két-két pont távolságát. Ellenőrizd a megoldásodat az én megoldásom alapján. Remélem, ügyesen számoltál. A következő feladatban tudjuk, hogy az A pont koordinátája 10-24. A B pont koordinátájuk közül csak az abszisszát tudom, hogy 5, a B pont koordinátáját nem ismerem. De tudom, hogy a két pont távolsága 13. A kérdés, hogy mekkora a B pont ordinátája. Helyettesítsünk be a két pont távolságának szabályába. A távolság helyére a 13-at kell helyettesítenünk, és ez egyenlő. Az abszisszák különbsége 10-ből 5 a négyzeten, meg az ordináták különbségét jelölve 24-ből y a négyzeten, és ennek a négyzetgyöke. Ha mindkét oldalt négyzetre emelem,
és elvégezzük a kijelölt műveleteket, akkor y-ra egy másodfokú egyenlethez jutunk, amelyet a megoldó képlettel megoldva y-ra 36-ot, illetve 12-es lehetőségeket kapunk. Így nyilvánvalóan, hogy az A ponttól 13 egységre 5-ös abszisszával rendelkező két B pont is található. Ha megnézed, grafikonon is ábrázoltam, jól látszik ez a két pont, az egyik lehetséges B pontom az 5 a 12-vel, a másik lehetséges B pontom pedig az 5-36 koordinátájú pontok lesznek. A következő feladat így hangzik. Mekkora a háromszög kerülete, ha A csúcsának koordinátái 3-4, B csúcsának koordinátái -7, -6, a C csúcsának koordinátái pedig 5, -1. A háromszög kerülete A plusz B plusz C-vel számolható ki. Így először a kis A oldal hosszát számoljuk ki, ami a BC pontok távolságával határozható meg. Helyettesítsünk be a távolságképletbe B abszisszájából a C abszisszája a négyzeten, meg B ordinátájából a C ordinátája a négyzeten, és ennek a négyzetgyöke. Az A oldal hosszára 13 egységet kaptunk. Hasonlóképpen a B oldal hossza az A és a C pontok távolsága. B-re körülbelül 5,39 egységet kaptunk. A C-re pedig 14,14 egység jött ki, így a háromszög kerülete, ennek a három oldal hosszának az összege, ez körülbelül 32,53 egység hosszú lett. Most kérlek, állítsd meg a videót, és számold ki annak a háromszögnek a kerületét, amelynek ismerjük a csúcs koordinátáit. Ellenőrizd a megoldásodat az én megoldásom alapján, remélem jól helyettesítettél be a képletbe. Talán annyi megjegyzést, hogy egy adott szakasznál mindegy, hogy melyik pontot tekinted egyik pontnak, és melyiket tekinted a másik végpontnak, a végeredmény nem fogja befolyásolni. És most nézzünk egy példát az összefoglaló feladatgyűjteményből is. Egy négyzet két szem közti csúcsa, az A csúcs -2, -1, és a C csúcs koordinátái 1, 8. Milyen hosszúságú a négyzet oldala? Készítsünk vázlatot, rajzoljuk meg a négyzetet, tüntessük fel a két szem közti csúcsát, jelöljük annak koordinátáit is, és mivel a négyzet oldala a kérdés, a négyzet oldalait jelöljük kisával. Mivel a két szem közti csúcs koordinátáit ismerem, így természetesen azok távolságát, azaz a négyzet átlójának hosszát ki tudjuk számolni. Erre 4,90 egységet kaptunk. Jól látszik, hogy ez az átló az én négyzetemet két darab derékszögű háromszögre bontotta, mivel a négyzet oldala a kérdés, ezért ebben a derékszögű háromszögben fel tudunk írni Pitagorász tételt. A befogók négyzetének összege az átfogó négyzetét éri. A négyzet meg A négyzet, gyök 90-nek a négyzete sima 90-et ér. Ebből az ára 4-gyök 45-öt kaptunk, a 45-öt fel tudjuk fogni 9-szer 5-nek, és a 9-ből le tudjuk vonni a 4-gyököt, ezért az A 3-szor 4-gyök 5 kettség hosszú lesz. Úgy is mondhattam volna, hogy a 9-et kivittük a gyök alól. Végezetül szeretném megköszönni, hogy megnézted és meghallgattad a videómat. Köszönöm szépen!